négyszer. Jó. És fékre a lábot. Igen. És húz rá még egyszer. Ja, mint hogyha indítanál. Aha, igen. És Bum. Most kioldod a kéziféket. Nyomod a féket? Igen. Oké. Okay. És akkor itt tudsz váltani, most üresben van, itt tudom megnyomni. Ez is gurul egy kicsit, hogyha nem nyomsz gázt, vagy nem? Szerintem nem. És akkor hátra menet, most R-be ott írja is, ha. Vagy T, ez meg előre menni. Jó? Megcsukom ezeket. Hát olyan furán érzem magam. Jaj, bocs. Semmi gond. Nem jó, hogy átítottál. Csipog valami. Na? Az. Hát nem jó, mert megfolyt az öt. Az lenne jó, hogyha átlátszó lenne az ablak mögöttet. Jó, hát itt nincs semmi. Egyes, kettes. De amúgy sem látnász, hogy még sebességek is vannak. Nem, az ablak mögöttet. Ez boltban kapható Renault? Persze. Van neve is. Tomi, ilyet kell vegyél. Hallod, Tomi. Duda van? Nincs. De ezt nem tudom? Nem tudom, hogy mennyire keskeny a kocsi. De. Itt ez nagyon keskeny. De így még gyorsult, miután elvettem a... Elvettem a lábamról a gázt. Van cigány, izé. Elvettem a lábamról a gázt, és még ment. Ez első hátsó kerek is lehet. Hát mindjárt kiderül. Szerinted? Tudom egy Dodge-em, de a féke nem tudom jó. Nem előre. Karbon utánzat. Karbon fiber. És az? Ja. Szerintem van ebben valami kifőrülés gátlan, nem? Hát a futóműben nem valami jó, az itt nagyon kifőrülés. Jézusom. Akkor menjünk el bevásárolni a üdülőbe. Mennyit? Ez hány percig van? Nem mondtál? Erre nem mondtuk semmit. Akkor megyünk. Ez az index. Nem tudom, amikor Renault-ba ültél. Ugyanez az élményem volt körülbelül. Ugyanez. 40. Ennyi. Ja, még nem nyomtam maxon, de szerintem a 60 lehet a maxon. Nem az egyik karnak a vége a Duda, mert a Renault-hoz csináltam ilyet. De én. Stop. Mert hogyha itt bent. Mint hogyha itt bent lenne. Miből gondolod? Ajha, ez nem igen fura hangulatú. Ja.
a szilárd nem fért volna be, szerintem az biztos. Kell fizetni, hogyha baj van. Meg amúgy a maximális izé az elég kevés, nézzük? Nem. De ott de vannak ilyen autók, és nem fordult el. Ja. Hogy más érzem, sebességnél más a kormányra a kerékfordulás. Hát ebben nincs szervó, ez nem elektronos. És mi ez a jelez, hogy D-be vagyok, hogy el ne felejtsem. Ja. Beteszem N-be, üres. Akkor meg kell nyomni már a féket. Ugye? És picsázzak. Nagyon hamar 50 van. Ja, ez azért elég jó. Szerintem nekem többen megérdem. Az, hogy ilyen azonnal, mindegyik okkal. Nincs az, hogy bedől és akkor elindul, hanem látod? Ja, ja. Hát ugye már nincs. Szerintem ez nem is dől, amúgy. Kapcsolók ugyanez volt az érőnömben is, ugyanezek. Meg még szerintem a kormány se sorol. Nagyon jó kis lakó. Most lesz rázós, azt mondom, kíváncsi, hogy menjen rázós. Nem olyan durva. Az én Audim az alapborra az így. Az a motor úgy gyorsul, aztán az nem is a legerősebb verziója. Bár a csáv azt mondta, hogy ki lehet cserélve egy nagyobb motorra, vagy valami ilyesmi, nem? De mi volt a márkája, mert hiába... Zero. De mi az, hogy zero? Nulla? Amerikai... Zero kibocsátás. Ja. Amerikai márka. Mert a másik az ilyen erősen BMW utánzatnak tűnt az a terepmotor. Ja. Kicsivel nagyobb, 2 kilowatt nagyobb. 14-et írt rajta. Itt már az ilyen Magyarország jutott. Jó, ha nyomdám neki. Ilyen mit adunk? Hát beérted. Szép. Szép. De hogy szakadsz, ilyen.
Még szerinted más mit csinál vele? Lambóhajtó. Ja. Ez a legközelebb. De akkor ezen nincs ablak, gondolom. Mert valami itt van egy sín. Itt van egy sín, ebben valami biztos, hogy jár. Ott aztán lehet, hogy még fönn is akadunk. A kis utcába, vagy a nagy utcába. Most a vészvillagó megy el? Nem. Melyik az index? Szerintem azt csak nem tudja megmondani, melyik fele. Nincs annyira okos. Én ezzel nem tudok azonosulni egyszerűen. De viszont ez, amikor megállsz, és ez a csidi csönd, ez kurva jó. De. Ez egy jó sziget, mondjuk egy Teslába, ami tényleg jól le van szigetelve, ez nagyon jó lehet. Szerintem így simán le tudnád őket rajtolni, hogyha most te lennél elől. Ja, mert nincs ja, az a motor, az kurvában, nem? Ja. Akkor ráhúzod, akkor így előszem. Így összelapul, ja. Hát jössz így. De az szar volt, amikor összelapult a hátulja, mert ilyen könnyű lett az eleje. Előre kell ott dőlni. Igen. De jó, mert ilyen városban lehet tartani ezzel, de nem kell. Napelemje, akkor az ingyen tudja ezt az autót üzemeltetni, amíg el nem baszódik.
ülsz abban a McLarenben? És két hátsó ülés van. Majd van. Na, én azt hittem már régen eladta ezt az autót. Szélben megy hátra. De nem baj, kellemes. Most igen. 90-et eléri. Benzines, hogy izé tönkre megy, ha maxon nyomatod. Ezzel csak maximum előbb lemerül. Én nem gondoltam, hogy megy 90. Jó, hát azt így ránézésre én sem. Én azt mondtam, hogy 60. Ránézésre én sem gondoltam, hogy van. DRL-esek ezeket, ez egy aksis. Szerintem... Nem, majd még visszamegyünk, kíváncsiak az arcok. Szóval minden oké, csak vészfékezésnek kelljen csinálni. Hallod? Szerintem ez a szar... Hallod, ez jobban gyorsul, mint ahogyan megáll. Index. Nincs. Hello. Ja, ez a izé. Zági. Vettek autót? Ez a szén. Ajha. Az előbb ő is kipróbálta. Ezt? Ja. Az igen. Na, én most tudtam, hogy ilyen velevaló. Hát a Ferco. Szereli a gépkézet. GSF. GSX-F. Hét percet el voltunk Zsolti. 18, de körülbelül 19 lesz, mire odaérünk ebben. De hogy is. Majd kivágod, amik kell neked. Ha nem telik. Jó, ez ilyen városi izéné, futkózás, látod? Nincs az, hogy a francba elindítod, bemelegszik az autó, tudod, csak annyi, hogy... hogy... beköszöntjük. Ha izé, emlékszel a Szabolcsnak a bátyja, Medei? Laci. Ja, Laci. Ja, azt mondja. Húha. Már hívták a rendőröket. Meg kell kerülni. Meg kell kerülni, ja, nem? Boldogan meg kell. Ez kurva jó, nekem tetszik. Így mutatja, a gyerek így mutatja. Mutat minket. Hát, no, nincs hangja. Ez, ezt nem, nem ezt megoldhatnák. De ilyen hangzavarban úgyse hallják. Te nem hallod az autót. Még mindig a részlegességet kiadni. Ja. Ez igazi tömegoszlató, nézzük már, hogy felember elment. Oh, csávú, tényleg csak akkor hajt, amikor tekeri. Akkor megy, nem? Akkor megy, igen. Oh. És utána lelépek, és még gyorsul. Nincs jól összehangolva. Mert ugye egy kicsit, mondom, ez úgy van megcsinálva, hogy ne lepődjön meg az ember, aki vezeti. Érted? Tehát, hogy lassan indul meg, betolhatunk közül is. Vagy nem tudom, még egy motor lesz ott. Melyik jó lesz? Szerintem ők is szeretnének menni vele. Nem? Csak gondolom.